Zöld cement. Ezt jelenti ez a felirat, amely a Lafarge királyegyházi cementgyárában várakozó kamionon olvasható. A vállalat ezzel ismét egy lépéssel közelebb került a karbonsemleges működés megvalósításához, jelentette be a dolgozóknak Hoffmann Tamás ügyvezető igazgató. Ma gördül ki az első kamion Ecoplanet cementünk, ami azért is nagy szó a gyár életében, mert ez egy nagyon innovatív termék, ami a világon az egyik legalacsonyabb széndioxid kibocsátással rendelkezik. A hagyományos portland cementhez képest 35%-kal kisebb a széndioxid lábnyom ennek a terméknek. Az új Ecoplanet névre hallgató zöld cement értékesítése a magyar piacon szeptember közepén indult korlátozott mennyiségben ömlesztett formában. A termék várhatóan 2023 tavaszától már zsákos kiszerelésben is elérhető lesz. Az új termékkel lehetőséget biztosítanak a hazai környezettudatos építkezések megvalósításához, és teret adnak a fenntarthatósági szempontok érvényesülésének, tette hozzá Hoffmann Tamás. Erről a cementről azt kell tudni, hogy egyrészt egy speciális őrlési technológiával készült, egy úgynevezett külön őrléssel, amit az idén helyeztünk üzembe, ami további komoly lehetőségeket rejt a karboncsökkentés szempontjából, illetve a receptúrájában is található különbség a hagyományos cementekhez képest, valamint ugye itt már a királyegyházi cementgyárban közel 100%-ban megújuló energiaforrásokból fűtjük a kemencét. A jövőben újabb, még környezetbarátabb termékek gyártását is tervezik a cégnél. A fő cél azonban még ennél is ambiciózusabb. 2050-re a teljes karbonsemlegesség működés megvalósítását tűzte ki maga elé a vállalat.